A helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Karcagi járásban című TOP kötőjel 5.1.2 kötőjel 15 kötőjel ilyen 1 kötőjel 2016 kötőjel 00005 kódszámú projekt alakuló ülését 2016. július 26-án a Karcagi Városházán tartották. A projekt működésében a Jászlanykun Szolnok megyei kormányhivatal, illetve annak szervezeti egysége, a Karcagi járási hivatal foglalkoztatási osztálya és Karcag városi önkormányzat is kapcsolódik. A cél a hátrányos helyzetű munkanélküliek visszavezetése az elsődleges munkaerőpiacra. A Széchenyi 20-20 támogatásával a helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Karcagi járásban TOP kötőjel 5.1.2 kötőjel 15 kötőjel ilyen 1 kötőjel 2016 kötőjel 00005 kódszámú pályázat 2017. január 1 és 2019. december 31 között 500 millió forintos 100%-os támogatásból. A projekt közvetlen átfogó célja a járási foglalkoztatási együttműködés, paktum, képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése a járás teljes területén. A tevékenységek koordinálására kialakításra került egy paktumiroda. A foglalkoztatási fórum alakuló ülésen megjelenteket Dobos László, Karcagváros polgármestere köszöntötte. Mint elhangzott, a projekt célcsoportjai többek között az alacsony iskolai végzettségűek, a 25 év feletti fiatalok, az 50 év felettiek, a gyedről, gyesről visszatérők, a foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülők, valamint a roma nemzetiséghez tartozó személyek. Az alakuló ülésen a projekt alapozó dokumentumai, mint a szervezeti és működési szabályzat, megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálata, helyi foglalkoztatási paktum stratégia és helyi foglalkoztatási paktum akcióterv került elfogadásra a paktum szervezeti tagok által. Ezt követően a paktum szervezeti tagok és a projekthez csatlakozó helyi és megyei civil szervezetek, intézmények, cégek vezetői ünnepélyesen aláírták a foglalkoztatási paktum együttműködési megállapodását. Az aláírás követően megtartotta alakuló ülését az irányító csoport is, ahol a tagok elfogadták az akciótervet, felülvizsgálták a megvalósíthatósági tanulmányt, a foglalkoztatási stratégiát és a szervezeti és működési szabályzatot is aktualizálták. Széchenyi 2020 készült a Karcagvárosi Önkormányzat megbízásából.